Sziasztok! A nevem Réka Liza, és szeretnék pár gondolatot megosztani veletek ebben a videóban. Elsősorban szeretném megköszönni azt a rengeteg levelet, amit mostanában küldtök nekem, amelyben arról érdeklődtök, hogy mi van velem, mit csinálok, hogy vagyok, dolgozok-e valamin, és hogyha igen, akkor min, miért tűntem el, miért nincsenek újabb rékaliza.com tartalmak, miért nincsen újabb rikaliza.com videó. A válasz az, hogy a rikaliza.com Facebook csatorna most jelenleg kényszerpihenőn van, kényszer szabadságon, ugyanis blokkolva van ez a csatorna, tehát nem tudok semmilyen új tartalmat, semmilyen új videót feltölteni, illetve minden, ami ezzel kapcsolatos most jelen pillanatban egyszerűen blokkolva van, még létezik, de újabbakat nem tudok feltölteni. Ezért is vagyok nagyon hálás Karesznak, hogy az ő YouTube csatornáján keresztül tudok hozzátok beszélni, üzenetemet megosztani veletek, illetve azokról a, a, az újdonságokról beszámolni, amit máskülönben nem tudnék megosztani, hiszen a, nem nyílik erre lehetőségem. A csatorna blokkolásával kapcsolatosan rengeteg kérdés merült fel bennem, hogy vajon miért van ez blokkolva, vajon miért történik ez így, mi van a videókban olyan, ami a közösségi elveket esetleg felzaklatná. Nos, újra néztem a videóimat, és higgyétek el, nagyon nem szeretek videókat, főleg a sajátomat újra nézni, általában újabb és újabb témák foglalnak le de azt vettem észre, hogy szinte minden videóban ott van ez az üzenet, ami az én személyes mély más meggyőződésem is, hogy van választásunk. Van választásunk a között, hogy milyen életet élünk, és miért szeretnénk, tehetünk mindig az életünk jobbításáért lépéseket. Nagyon sok videóban elhangzik az a mondat, hogy csak egy döntésre vagy attól az élettől, amit szeretnél élni, csak egy döntésre vagy a tudatosságtól. Az én értelmezésemben a tudatosság az a folyamat és az az állapot, amelyben felővizsgálod az életedet, és azokat a pontokat, amelyek még javításra szorulnak, vagy amelyekben érzed a feszültséget, a kényelmetlenséget, azokkal elkezdesz foglalkozni, és ezek a gondolatok egy tovább fejlődés, egy tovább lépésre késztetnek. Mi ez a tovább lépés? Az, hogy ne az egom hívószavára, nem az egom félelmére hallgassak, hanem arra a mély belső meggyőződés, ami bennem van, amit nevezhetünk a lelkünk hangjának, belső hangnak ki, hogy szereti. Viszont ahhoz, hogy a félelem zónájából kikerüljünk, meg kell értenünk, hogy kik vagyunk mi valójában, miért vagyunk itt, hová tartunk, és mi a célunk ezen a bolygón. És azt hiszem, hogy ez az oka annak, hogy minden videóban ezt elmondom különféle módozatban, és mindig arra világítok rá, hogy valóságteremtő lények vagyunk, hogy... A kérdés az, hogy mire hallgatunk, az egunk félelmeire, vagy a lelkünk hívó szavára. Szerintem ez az ok, ami miatt most ez a csatorna nem kívánatossá vált, de én folytatom a munkát, folytatom a fejlődést, folytatom a, az ismereteim megosztását, és emiatt is készült ez a videó, hiszen egy újabb nagy elhatározásra került sor az elmúlt időben. Az elhatározás pedig az, hogy ha nem a Facebook oldalamon, a rékaliza.com Facebook oldalon, tudom megosztani az információt, az ismereteimet, akkor megosztom más formában, más módon. Ezért is döntöttem úgy, hogy 2020 a félelem feloldás éve lesz számomra, hiszen ez most egy nagyon aktuális téma, nagyon sokunkat érint, maga az a helyzet is, amiben most jelenleg vagyunk, emberek kollektíve is erről szól, hogy, hogy mit kezdünk a félelmeinkkel. És éppen ezért is gondoltam azt, hogy minden tudásom, tapasztalatom a félelem feloldással kapcsolatosan megosztom veletek. Tapasztalatom a félelem feloldással egészen gazdag és sokrét, nagyon régóta foglalkozom ezzel a módszerrel. Nem telik el úgy nap, hogy, hogy ne foglalkoznék egy-egy félelmem átalakításával. Igyekszem ezt a technikát folyamatosan fejleszteni és csiszolni. Akik jártatók alapszintű megoldásorientált szemináriumainkon, amit keresztel közösen tartunk, akkor. Pontosan tudjátok, hogy számomra ez a, ez a módszer mennyire fontos és mennyire uh, életszerű, hiszen én ezzel a félelemfeloldási módszerrel uh, gyógyultam meg, lettem egészséges, de az lenne a leghelyesebb kifejezés, hogyha azt mondanám, hogy én emiatt a módszer miatt élek, és most az élek szó alatt egy csupa nagybetűs szót kell érteni, mert uh, a félelemfeloldási módszerrel jutottam el arra az elhatározásra, hogy élni bármi áron. Az életvitel átalakítása, a gondolkodás átalakítása, a dolgokhoz való viszonyuláson megváltozása, illetve a maga az életvezetésem alakulása és ennek a módszernek a következménye, hiszen a félelmek feloldásával újabb felismerésekre, újabb elhatározásokra jutottam, és ez egy láncreakciót indított el, és abból a nagyon intenzív, nagyon félelemmel telt állapotból folyamatosan kezdtem kikerülni, és folyamatosan meghözom a döntést, hogy az életet választom, a nagybetűs életet amely a lelkem hívó szavát jelenti számomra. A tudatosságban való útam így kezdődött a félelem feloldással. Nagyon sok tapasztalatot, nagyon sok megtapasztalást nyertem ezzel a módszerrel, egy teljesen másféle megközelítéssel, teljesen újszerű meglátással rendelkezem ahhoz az időhöz képest, amikor ezt a módszert még nem alkalmaztam. A amit szeretnék nektek megoszt veletek megosztani, az az, hogy ezt szeretném felkínálni mindenkinek, akit ez a téma érdekel, és szeretném megosztani a tudásom tapasztalatom ebben a témában. Arra a következtetésre jutottam, hogy ezt kétféleképpen tudom megtenni, személyesen, illetve online. Elmondom, hogy mire készülök október 23, 24 és 25 -e között szervezek egy találkozót, amely egy nagyon szűk körű találkozó lesz, mivel egy olyan gondoldó, gondolkodó találkozót szeretnék létrehozni, amely kis létszámban, meghitt, bizalmas légkörben tapasztalat, átadást, gyakorlati megközelítést jelent. Úgyhogy azokat a hallgatókat, akik már részt vettek eddig bármikor nálunk, legalább egy alapszintű megoldásorientált szemináriumon, szeretettel meghívom őt, szeretettel várom a volt hallgatóinkat, hogy egy kislétszámú zárt találkozón vegyetek részt, amelyben három alapvető témát szeretnék megközelítést átadni. Azért mondom, hogy témát vagy megközelítést, mert gyakorlatilag ez a, a, találkozó egy kerekasztal beszélgetés lesz, rengeteg gyakorlattal, rengeteg gondolkodni valóval, és rengeteg olyan személyes tapasztalatot szeretnék átadni, amely talán abban segít téged is, kedves hallgató, hogy, újra értékeld, át az életet, szembenéz a félelmeiddel, megtaláld azt a pontot önmagadban, amely számodra a nyugalmat és a felszabadultságot jelenti. Az élsz vagy félsz gondoldó, gondolkodó személyes találkozás során három nagy témát szeretnék megmutatni, és legfőképpen ezzel szeretnék foglalkozni. Az első a félelem feloldása. Ugye alapszinten az alapszintű megoldásorientált szeminárium harmadik napján, ahol a megoldási kulcsokat átadjuk, akkor is bemutattam, és elmondtam, hogy hogyan kell ezt a módszert használni, hogyan tud te átlagemberként ezt a hétköznapokba integrálni, behelyettesíteni. Ezeket a tapasztalatokat szeretném megosztani, ebben téged segíteni, hogy próbáljuk meg közösen ezekkel foglalkozni, erre biztatlak téged is, hogy, hogy ezzel a lelkülettel, a félelem feloldás vágyával érkez. A második nagy kérdés, ami, ami, szintén nagyon jellemző a, a tudatosság útján haladók részéről, hogy nem tudtok központosítani, nem, tudunk meg, nem tudtok megnyugodni. Ezért mondom, hogy nem tudunk, mert alapjában mi ez mindannyiunkra jellemző, hogy vannak olyan élethelyzetek, olyan pillanatok az életünkben, amikor nyugtalanok vagyunk, amikor a gondolataink szerte foszlanak, tehát így állandóan jön valami újabb, be se egy, egy, egy témát hoz, egy, egy, következő gondolatot, az egy következőt, és, és így tovább. Nagyon gyakran van olyan, hogy az érzelmeink is inkább egy hullámvasúthoz hasonlítanak, hogy hol lent, hol fent, és egyszerűen ez a, ez a két extrém irány, ami, ami a nagyon fent és a nagyon lent állapotot jelenti, ez kibillent abból a magabiztosságból, ami szükséges a problémák megoldásához. Szóval, hogy hogyan központosítsunk, hogyan tudjuk megnyugtatni az elménket, az érzelmeinket, hogyan jelenjünk meg a pillanatban, mert nagyon gyakran pont ezzel van baj, hogy, hogy uh, kavarodnak bennünk az érzések és a gondolatok, és nem találunk egy nyugvó pontot. Na, ezeket a tapasztalatokat is uh, szeretném megosztani veletek, hogy ezt hogyan csináljuk, honnan tudom, hogy jól csinálom, honnan tudom, hogy. hogy uh, el vagyok akadva, például egy helyzetben, és a harmadik dolog, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok, és szeretném a személyes találkozás alatt ennek az ismeretét bennetek elmélyíteni a saját tapasztalataim által, az pedig nem más, mint hogyan vegyem fel a lelkemmel a kapcsolatot, hogyan találjam meg azt a bennem lévő eszenciát, önmagam, a lényem, a lelkem, ahogy akarod úgy nevezed, de hogyan találja meg magamban ezt a pontot, mert az a másik nagy általános jellegű kérdés, amit a levelekben írtok, hogy úgy érzem, mintha megtalálnám, aztán elbizonytalanodok, aztán megint próbálkozom, és nem, ért, nem tudom, hogy jól csinálom-e, most ebben az esetben is szeretnék a segítségetekre lenni. Szóval a személyes találkozás, személyes gondoldó-gondolkodó kislétszámú. Azt hiszem még 6-8 hely van erre a rendezvényre, tehát aki szeretne ezen részt venni, még jelentkezni tud. Minden bőséges információt megtaláltok ezzel a témával kapcsolatban a kísérőlevélben. Ezt úgy tudjátok elérni, hogyha a Karesz oldalára, a DR Budai kötőjel, oldal események menőpontjára ráklikeltek, kikeresitek az Élsz vagy félsz gondoldó Gondolkodó Rékalizával eseményt, ráklikeltek a megfelelő helyre. Ha beírod az e-mail címed, azonnal megkapod a teljes tájékoztató levelet. Ha elolvastad a levelet figyelmesen, akkor rájössz, hogy ez valójában nem is három nap, hanem három plusz egy nap, illetve három lehetőséged van még a, a programon való részvétel kapcsán. Van egy olyan, hogy csak a személyes találkozó, a gondoldó-gondolkodó, ez csak ez a három napra jelentkezel. Van egy... A, a, Második része, amikor a probléma feltárásban is segítek neked egy beszélgetés kapcsán, hogy tisztázzuk, hogy mi az a probléma, amin amin szeretnél dolgozni, mit tehetnél, mi az, amit, amit eddig tettél, ha az működött, az miért működött, ha nem működött, akkor miért nem működött. Tehát egy ilyen közös átbeszélést tudok kínálni, illetve van egy harmadik lehetőség, amelyben nem csak feltárjuk a problémát, hanem közösen Gondolkodunk azon, hogy miként tudnánk megoldani, és ezeknek a, a, a megoldásoknak is a, az utánkövetése, hogy mit sikerült belőle, mi az, amit, amit ebből meg tudtál oldani, mi maradt, ha egyáltalán maradt valami, ha, ha nem sikerült teljes mértékben eljutni addig a kívántóhajtott célig, amire az elején neki fogtunk, akkor mi lehet azokkal, amit nem vettünk figyelembe, mi az, amit, amit még ebben a témában meg tudsz tenni az eredmény érdekében. Tehát szeretném, ha tudnátok, hogy ez a gondoldó-gondolkodó nem feltétlenül egy alkalomra szól, hanem szeretnélek elkísérni egy kicsit hosszabb időn keresztül, aminek a... A lényege az, hogy érezd azt a támogató, megértő közeget, amit szeretnék biztosítani a saját részemről számodra. Minden tudásom, szeretetem, tapasztalatom beleteszem abba, hogy téged buzdítsalak, bátorítsalak arra, hogy te hogyan tudod ezt megoldani a saját életedben. Tehát egy ilyen. Mint egy személyi játsző, aki, aki észreveszi a hibákat, dicsérje a szépen elvégzett feladatokat, körülbelül ezt a szerepet szeretném vállalni, vagy ezt tudom kínálni a számodra. Mondtam, hogy nem három nap, hanem három plusz egy nap. Ez azért van, mert szeretnék egy online napot is tartani. Az online nap abban fog eltérni, a személyes találkozótól, ugye a személyes találkozás során gyakorlatorientált, gyakorlatfókuszú beszélgetést kaphatsz, amelyben akár a saját félelmeddel is dolgozhatsz, akár velem, akár egyedül és tudom, hogy nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy jó, én szívesen elmennék, de én inkább csendben szeretnék maradni, és nem szeretnék megnyilvánulni a többi társam előtt sem. Erre is van lehetőség. Amúgy egy, egy nagyon kislétszámú csapattal fogunk együtt dolgozni, maximum 45 főt tudok erre a rendezvényre fogadni, és ez azt jelenti, hogy naponta 15 emberrel tudunk. Kisebb csoportokban, sejtekcsékben együtt haladni, és, és akár megszólalsz, akár nem szólalsz meg. Úgy van kialakítva maga a tematikája ennek a három napnak, hogy mindenképpen bátorsággal, félelemfeloldási módszerben való jártassággal, és és tapasztalattal fogsz távozni erről a találkozóról. Szóval ne aggódj, amiatt, ha most nem érzed a késztetést abban a témában, hogy bárcsak én is tudnék megszólalni a többiek előtt, hogyha nem érzed magadban még ezt a kellő bátorságot, akkor is ott a helyed, hiszen számítottam arra, hogy nem mindenki vágyik arra, hogy a több ember előtt felvállaljon egy-egy helyzetet, de természetesen a, a továbbiakban, a, a közös munkánkban már csak uh, mi ketten fogunk együtt dolgozni, tehát te velem vagy én veled, ahogy neked ez jól esik. Szóval uh, mindenkit várok, aki már volt alapszinten, és aki regisztrál. A regisztrálási folyamatot végig uh, uh, leírom, nagyon egyszerű, a levélben ráklikálsz a megfelelő helyre, kitöltöd a jelentkezési évet, és ennyi. Tehát igazából azok, akik már voltak alapszintű megoldásorientált szemináriumon, tudják, hogy ez egy pár percet igénybevevő művelet. Említettem, hogy lesz egy online lehetőség is, és ennek az oka pedig maga a téma. Ugye a félelem feloldási technikák során nagyon sokszor eljutunk oda az alapokig, hogy a félelem azért tud jelen lenni az életünkben, mert nem vagyunk kapcsolatban a lelkünkkel, elválasztottságban élünk magunk és a önmagunk, vagyis az egunk és a lelkünk között van egy elválasztottság. Nos, ezt az elválasztottságot szeretném Megváltoztatni, vagy feloldani. És arra gondoltam, hogy ez a téma annyira univerzális, és annyira érint mindenkit, hogy semmilyen elválasztottságot nem fogok ebbe a helyzetbe beletenni. Úgyhogy az online. Élsz vagy félsz, gondoldó, gondolkodó, rékalizával, teljesen nyitott bárki számára. Itt nincsenek kritériumok, feltételek, hogy ha voltál tanfolyamon, csak akkor jöhetsz, bárki jöhet, aki, akit ez a téma értekel, és érzi a, a, a lelkének a hívószavát, hogy igen, ezt szeretném, ezzel szeretnék foglalkozni. Az online nap... A, Személyessel ellentétben nem gyakorlatfókuszú, hanem inkább elméletfókuszú. De nem száraz elméleteket szeretnék átadni, hanem saját tapasztalatot, azt, hogy mi hogyan működött, mi miért működött, mi, milyen újabb tapasztalást hozott, és igyekszem minden olyan kérdésre kitérni, ami ilyenkor felmerül. Uh, például az, hogy mi a félelem, mi a különbség a félelem és a szorongás között. Na, nagyon gyakran összetévesztjük ezt a, ezt a két uh, dolgot, de ez két különböző uh, fogalom. Hogy miért van a félelem, honnan jön. Milyen tabuk és tévhiteink vannak, például a félelemmel kapcsolatban rengeteg volt nekem személyesen a, a saját tapasztalatom az, hogy akkor, amikor elkezdtem a félelemmel foglalkozni, egy csomó olyan dolog jutott eszembe, hogy miért nem kellene mondjuk félelmet oldani, és nagyon gyakran olyan gondolatok is helyet kaptak a fejembe, hogyha ezt elkezdem megoldani, és mi van, ha nem tudom, és mi van, ha elakadok, és ezek újabb és újabb félelmek valójában. És mindig azt gondoljuk, hogy nem vagyunk eléggé okosak, eléggé rátermettek, eléggé ügyesek, és hogy biztos el fogunk valahol akadni, meg mi van, hogyha csak rosszabb lesz, és egy csomó olyan, olyan dolog előjön ilyenkor, amelyek arra készítetnek, hogy ne is foglalkozz vele. Na, ezeket a csapdákat is szeretném megmutatni, vagy ezekről is szeretnék beszélni, de a leginkább azról szeretnék, hogy... hogy hogyan vegyük észre azt, hogyha félünk? Kell-e a félelem egyáltalán? Szükséges-e jó-e valamire? Mert ez is egy nagyon érdekes gondolkodási mechanizmust indít el, mert ha elfogadjuk egyáltalán, hogy ez, ez egy természetesnek tűnő folyamat, amely bennünket valamire késztet, és hogy ezt a késztetést felfedezzük, hogy vajon mire késztet ez a helyzet engem, ez már egy nagy előrelépés. Hogyan vegyem észre, hogy félek, milyen hatással van a félelem a gondolkodásra, az érzelmekre, a cselekedetekre, a szokásokra, a döntésekre, a viselkedésre, és úgy egyáltalán arra az életszemléletre, amelyet képviselek. Mit kezdjünk a félelemmel? Mi az első lépés? Mit tegyek? Hogyan alakítsam át? És itt most olyan egyszerű módszereket szeretnék bemutatni, vagy egy olyan új, Rálátást szeretnék átadni, amit bárki, bárhol, bármikor meg tud csinálni. Nem kell különösebb előképzettség hozzá, csak egy, egy szándék és a józan ész, amit nagyon szeretném, ha elővennénk, hiszen nagyon sokszor, amikor kicsit megvizsgáljuk mélyebben, és és nyugodtabban ezeket a félelmeket, akkor rájövünk, hogy egy csomó felesleges dologtól féltünk, amely vagy nem tud bekövetkezni, vagy, vagy legalább 50%, esély, 50 esély van arra, hogy ez meg se történjen. Nagyon-nagyon szeretném azt megmutatni, vagy arról beszélni, hogy hogyan kezdjünk neki, hogy mit tegyek, milyenek a konkrét lépései, hogyan alakítsam ezt át, és az egész napot, az egész online napot úgy szeretném veletek eltölteni, hogy mindezt a saját tapasztalatommal, példákkal és megoldásokkal fűszerezve, csokorba szedve kapd meg, hogy az előadás alatt feltett kérdésekre keresd meg magadban a választ, nézd meg, hogy mi az, amit te tehetsz ebben a témában, mi az, ami ami számodra vállalható, mi az, ami benned is megmozdít újabb gondolatokat, újabb érzéseket, mire késztet ez a, ez a nap. Az élsz vagy félsz gondoldó, gondolkodó nap, tehát tekintettel arra, hogy a, a képernyők másik oldalán fogtok ülni, és nem vagyunk egy egy, egy légtérben elérhető távolságra, tehát ez inkább. A, az elméleti megközelítést fogja megmutatni, és rengeteg saját példát. De egész végig azon szeretném a fókusz tartani, hogy megoldásokat kínáljak. Olyan megoldásokat, amelyeket a, én a hétköznapjaimban, a gyakorlatban is úgymond leteszeltem, olyan megoldásokat, olyan új nézőpontokat adjak át, amely neked is segít egyrészt megérteni, másrészt átértékelni és megoldani az életedben jelenlevő problémákat. A személyes találkozóra jelentkezők ezt az online napot ajándékba kapják, és ezért mondtam, hogy három plusz egy nap a személyes, aki csak az online előadáson tud részt venni, az is bőséges megoldást kap, amelyel el tud kezdeni az életjobbító irányba elindulni. Kinek nem ajánlom az online előadást, vagy a személyes találkozást? Annak, aki szeret félni. Annak, aki a félelem, a félelemmel töltött idő teljes mértékben kielégít és boldoggá tesz. Ezekben az esetekben, akik ö, szeretnek félni, és ezzel elégedettek, talán nem is érzik a kihívást. Arra, hogy ezen az online programon, illetve a személyes találkozáson részt vegyenek. Tehát, aki szeret félni, az ne jöjjön. A második kategória, és ezt tényleg vegyük komolyan, az, aki már lemondott önmagáról, aki azt mondja, ó, nekem már úgyis mindegy, nekem már semmi nem fog segíteni. Ne felejtkezzünk el arról, hogy valóságteremtő lények vagyunk. Tehát ha én azt gondolom magamról, hogy én nem fogom tudni megcsinálni, nem fogok tudni figyelni, nem fogom tudni végighallgatni, nekem már, már mindegy, már amúgy is túl késő ahhoz, hogy bármit is változtassak a saját hozzáállásomon, ezeket az embereket nem szeretném meggyőzni. Tehát aki úgy érzi, hogy rajta nem lehet segíteni, akkor neki is igaza van, mert amit te beprogramozol magadnak, ezt fogod megoldani, ezt fogod kivetíteni, ugye az én kivetítésem, az én kivetülésem. Ha én lemondtam magamról, akkor azt jelenti, hogy kényelmesen beülök az áldozat helyzetbe, jöjjön valaki, aki segítsen, annyit, amennyit nekem jól esik, de úgy az egész el van bajtázva, tehát nem lesz eredmény. Ha ezzel a hozzáállással érkezünk, hogy ezzel a hozzáállással ülünk le a képernyők elé, akkor folyamatosan azzal fogsz vitatkozni, hogy jó, jó, hogy neki ez sikerült, na de hát az nem olyan, az én életem pedig milyen rossz, és nekem mennyivel rosszabb. Én nem szeretnék senkit meggyőzni semmiről, a saját tapasztalatomat mondom el, nagyon sok év munkája van benne. Én ettől gyógyultam meg, ettől vagyok egészséges, ettől vagyok az most aki jelen pillanatban vagyok, rengeteg új gondolat, rengeteg új megtapasztalás, rengeteg új uh, uh, hozzáállás, új látásmód, új új helyzet adódott ebben a, a, az időben, amit mind-mind a félelem feloldás módszerének köszönhetek. És Köszönöm szépen, jól vagyok. Tehát, ha lemondtunk magunkról, valaki azt mondja, hogy rajta nem lehet segíteni, neki már úgy is mindegy, akkor ezen kellene legelőször változtatni. A harmadik az, aki nem tud egy teljes napot erre rászánni. Az online előadás az reggel 9-től este 7 lesz, és azért is szeretném, hogyha ezt kellőképpen komolyan vennénk, mert Pár órát tart ez az egész nap, de igyekszem a maximumot kihozni belőle. De abban a pillanatban, ha valaki ebből csak részleteket hallgat meg, ha valaki úgy gondolja, hogy közben még, még oda tud figyelni a mosás, főzés, takarítás, autómosás, kertészkedés programokra, akkor valójában sehol nincs jelen. Sem az előadáson, sem azon az egyéb eseményen, amit ő még közben végez. Az előadás alatt rengeteg kérdést fogok feltenni, amire jól lenne megkeresni a saját válaszod, ami tovább indít, tovább gurít, még egyet, még egyet, még egyet, és pont úgy főztem össze a... a az egész napot, hogy elindulunk valahonnan, és el, el, megérkezzünk valahová, de hogyha ha nem tudod ezt követni figyelemmel, akkor ö, nem teljes lesz a, a kép, illetve ez így ö, ö, számodra sem kielégítő. Az online ö, nap az október 31-én szombaton reggel 9-től este 7 tart. Ö, ezután ö, kérdezfelelek fórum lesz, a félelemfeloldással kapcsolatos, ez a témához kötődő kérdésekre válaszolok, legjobb tudásom szerint, és számítok arra, hogy nagyon sokan veszünk ezen az online napon részt. Többen kérdezitek, hogy az online előadás hogyan érhető el. Nos, erre a jelentkezést ha jól emlékszem, akkor, akkor október 26-áig, az október 26 pedig hétfőig, tehát 26-a hétfőig, este 20 óráig várom, fel fogom dolgozni a jelentkezéseket, és mindenkinek küldök egy visszaigazoló e-mailt, hogy igen, gyere, várlak szeretettel tehát ezt a visszaigazolást csak 27-től várjátok. 27-én kedden kapni fogtok egy levelet, amelyben küldök egy próbalinket ebbe a rendszerbe, és ezt a linket, ami nem a szombati előadás linkje, hanem egy próbalink, ezt megkapja mindenki, aki jelentkezett rá, és rendezte a jelentkezését egy olyan próbaszobába, egy próba próbaszoba, ez is milyen hangzik, de egy, ilyen, egy olyan csatornára fog átvinni, hogy ki tudod próbálni az elődő, előadói szobába való belépést, be tudod állítani a gépet, hogy mondjuk ne szombat reggel kelljen ezzel foglalkoznod, vagy attól félned, hogy nem fog sikerülni, hát elvégre a félelemfeloldásról fogunk beszélgetni, nem, de bár. Szóval ki fogjuk tudni próbálni, ezt a linket az előadást megelőző szerdán, de ezt a levélben le fogom írni szerda este ki lehet próbálni, akkor aktivizálódik ez a link. Tehát október 28-án tartunk egy ilyen főpróbát, hogy mindenki hall le, jól hall le, és szombaton nekivágunk a közös útnak. Hogy miért van online nap is, és miért nem oldottam meg, hogy a hosszú hétvégét kihasználva, hogy legyen az egész személyes, ennek három nagy oka van. Az egyik az, hogy még belső indítatást érzek az iránt, hogy sok emberhez tudjak egyszerre beszélni, hogy mindenki fel tudja ismerni, mindenki fel tudja. Ezt, a, ezt az új ismeretet, ezt a tudást használni a saját életében, hogy rámutassak, hogy honnan jön a félelem, mi tartja fenn, mitől, hogyan alakul át, mit tehetünk személyesen ennek a, az átalakítása érdekében, és szeretném, hogyha sok ember hallaná, és ezért is gondoltam azt, hogy egy online variációban bárkihez el tud jutni szeretném ezeket az elválasztottságokat minden szinten feloldani, tehát az online napra bárki jöhet, függetlenül attól, hogy találkoztunk-e személyesen, volt vagy nem volt eddig bármelyik képzésünkön, mindenki, aki érzi magában a készítést arra, hogy megtanulja a félelmét átalakítani, szeretettel várom. És a, a harmadik ok, ami, ami miatt az online nap mellett döntöttem, az nem más, mint az, hogy nagyon sok barátom maradt a határon túl. Nagyon sok ember nem tudja most az otthonát, városát, országát elhagyni. Gondolok az Erdély, a Felvidéki, a Kárpátaljai a Kanadai, az Ausztriai barátaimra, akik. És remélem nem hagytam ki senkit. Ha igen, akkor ne haragudjatok. Szóval, hogy, hogy ők is el tudjanak erre a, a rendezvényre online jönni, hiszen a, a félelem az elválasztottságból fakad, és ők most különösen érzik ezt az elválasztottságot, még fizikai szinten is, és szeretném nektek azt üzenni, hogy ti is fontosak vagytok nekem, veletek is törődöm, és rátok is számítok ezen az online napon. Tehát semmiből nem maradtok ki. És ö, ö, mindenképpen szeretném, hogyha éreznétek azt, hogy a tudatosságban való fejlődés az egy közös feladat, függetlenül attól, hogy a térképen hol van az a pont, ahol a lakcímed. Ö, be van jegyezve, mindenkinek egyformán fontos a munkája, és arra buzdítalak benneteket, bárhol éltek, foglalkozatok ezekkel a, a, a témákkal, és foglalkozatok a félelem feloldásával. Több levelet kaptam, és uh, aztán ezt a kiegészítést bele is írtam a, a tájékoztató levélbe. Igen, tervezem azt, hogy más nyelveken is <kül> tartok ilyen uh, online előadást románul, angolul, franciául, olaszul, illetve még németül és szlovákul is lehetséges ilyen, ilyen online napokat tartani, de az valószínű, hogy nem az idén lesz, sőt, biztosan nem az idén lesz, erre 2021-ig kell várni. Jelenleg így hiszem, hogy ez így fog megvalósulni. Hogy mikor lesz a legközelebbi időpont, ez a másik nagy szokványos kérdés, hogy jó, jó, ez nekünk most nem jó, mert éppen hosszú hétvégén vagyunk, mert elutazunk, meg október 23, meg végre ablakot kéne mosni, és hasonlók. Nem tudok az idén olyan újabb lehetőséggel nem terveztem, tehát az idei évben nem számítok erre. Nyilván, ha akkora lesz a jelentkezés, mert láttam, hogy azért Dübörögnek a a, a bejelentkezések a személyes találkozóra, hogy ö, úgy lássam jónak, hogy legyen még egy, akkor ebben erről időben fogok ö, mindenkinek szólni, akik eddig jelentkeztek, és valószínű, hogy nektek is. De szeretném a minőségi munkát ö, ö, elvállalni, úgyhogy szeretném azt, amit vállaltam a. a az elkísérő programban ö, teljes szívvel, teljes odafigyeléssel elvégezni. Ezt most tudom kínálni. Nem tudom, hogy ö, hogy jövőre ö, mikor lesz a következő. Arra kérlek meneteket, gondolkodjatok el azon, hogy mi a fontosabb, nektek mi az a, a prioritás, ami jelenleg az életetekben van. Ö, ezt valamiért most kell, ö, elindítanom. Nagyon mélyen és nagyon belülről érzem ennek a, az október 23-ának a 23-24-25-ének a súlyát. Valamiért ennek most kellett megnyilvánulnia. Biztos vagyok benne, hogy a kellő pillanatban megértjük a mi érteket. Szóval a kérdés az, hogy élsz vagy félsz, milyen irányt szeretnél az életeddel felvenni, a félelem irányát, vagy a a lélek irányát. A tudatosság számomra azt jelenti, hogy az az ember, aki a lelke hangjára hallgat, aki tudja kezelni a félelmeit, és aki tudja, hogy ki ő, és e szerint viselkedik. Az elválasztottságot szeretném feloldani, ami az elménk és az érzelmeink közötti elválasztottság, mert gondolok valamire, de mást szeretnék, de félek azt tenni, amit szeretnék, inkább azt teszem, amire gondolok. Szeretném az elválasztottságot megszüntetni nem csak önmagam és önmagam között, hanem, hanem egymás között, hiszen hasonló problémákkal rendelkezünk. Bárki tapasztalatából erőt meríthetünk, tapasztalatot szerezhetünk, és talán egy új irányt is körvonalazódni láthatunk egy, egy mély beszélgetés után azt a bátorságot, azt a bizalmat szeretném átadni, hogyha nekem sikerült, akkor hidd el, neked is fog. És ö, szeretném, hogyha a félelem feloldásával többet foglalkoznánk mindannyian közösen. Ezért is kérlek téged arra, kedves néző, hogyha végignézed ezt a videót, és ö, méltónak találod arra, hogy megoszt ezt a jó hírt a barátaiddal, az ismerőseiddel, akkor kérlek, oszd meg, és uh, szeretnék egy uh, ajándékot is átnyújtani a, a videón megosztói között, nem is egy ajándékot, hanem egyből hármat. A három ajándék az nem más, mint a tapasztalat, a tudás, és a minőségi figyelem, fókuszált figyelem. Hogy... Uh, ez hogyan, fog, hogyan mutatható be kézzelfogható formában, az pedig most következik, vagyis a videót megosztók között, az október 26-áig megosztók között, akik megosztják ezt a videót, három szerencsés nyertes sorsolok ki, ezt majd látni fogjátok, hogy hogyan. A tapasztalat ajándékát nyújtanám át, és szeretném én is megköszönni Karesznek a hozzájárulását ez a programhoz, nem csak a YouTube csatornáján való üzenetem, hanem ezt a csodás ajándékot is, amely az ő első könyve, a Hogyan segít a germánygyógytudomány egészségesnek lenni és maradni címet viseli, a tapasztalat ajándéka pedig azokban a sikertörténetekben rejlik, amelyekről ez a könyv ír. Több mint két tucat sikertörténetről olvashatok benne, egyszerű emberek sorsáról, akik döntöttek és az élet mellett tették le a döntésüket, a voksukat. Sikertörténetek, és ami mögöttük van a címe, ez a tapasztalat ajándéka, a tudás ajándéka pedig. Akkor második könyve, amely a Pszichózisok és Viselkedés Változások a Germán Gyógytudomány tükrében címet kapta. Ez a mély tudást, az alapokon túli tudást, a konstellált állapotokat, a viselkedés változásokat taglalja. És a harmadik ajándék pedig a minőségi fókuszált figyelem, az pedig velem egy egyórás beszélgetés, amelyben eszmét, gondolatokat cserélhetünk, illetve szeretnélek a tudásommal, tapasztalatommal felvértezve segíteni abban, hogy azt a problémát, amit akkor is ott majd megbeszélünk, azt meg tud oldani, és ennek a megoldásában, kivitelezésében számíthatsz rám. Szóval, vagy egy egyórás beszélgetés online, vagy... Egy könyv, vagy a könyvek bármelyiket, tehát a három nyertesnek ez lesz a, a jutalma és ajándéka. Nagyon kérlek, osszátok meg ezt a videót, jusson el minél több emberhez. Az online előadásra bárkit várok, nem rekorra, bármilyen dologra tekintet nélkül. Most eszembe jutott egy, egy nagyon érdekes dolog, hogy vajon Kik félnek jobban a nők vagy a férfiak? Ez uh, nagyon érdekes kérdés. Vajon megtaláljuk rá közösen a választ? Vajon ki fél jobban a fiatalabb vagy az idősebb generáció? Keressük meg együtt rá a választ. Nézzük meg, hogy uh, igazából nincs különbség férfiak és nők között, fiatalok és idősek között. Mindannyian tapasztalhatunk meg olyan időszakokat, olyan élethelyzeteket, amelyekben felmerül bennünk a félelem. Mit kezdünk ezzel? hogyan kezdjünk ezzel ö, dolgozni, mit tudunk tenni, hogy az, azt a döntést, amit mindannyian szeretnénk meghozni, azt meg tudjuk hozni, és a válaszunk arra kérdésre, hogy élsz vagy félsz, az az legyen, ami innen belülről jön. Nagyon köszönöm, hogy végignézted a videót. Én mindenkit szeretettel várok október 23-24-25-e között a személyes találkozóra. Még pár hely van erre a rendezvényre is. Ők ajándékban megkapják az október 31-i online gondoldó gondolkodót. Hívjuk meg a barátainkat, foglalkozunk egy kicsit a félelmeinkkel, tegyük szebbé az életünket és a jövőnket. Kívánom, hogy ez az üzenet mindenkinek a lelkéhez szóljon, és mindenki, aki ezzel a témával szeretne foglalkozni, azt nagy-nagy örömmel és nagy-nagy szeretettel várom a képernyők előtt, illetve a helyszínen. Addig is maradok szeretettel, és millió puszival. Sziasztok!